Szia, Pleja vagyok. És a következő pár mondattal készültem most ma estére. A félelem a szeretet legnagyobb ellentéte. Ha szeretni tudsz, elsősorban önmagadat, akkor nincs mitől félned. A minket körbevevő világ, mind az anyagi sík, amelyben élünk, mind pedig a finom fizikai világ, amelyet a többség még nem lát, saját két fizikai szemével, energiahullámokból áll. Rezgésekből áll. Saját magad életének terét. Te magad alakítod gondolataid erejével. Gondolataid elektromágneses mezőt képeznek körülötted és benned. 15 dimenzióba kinyúló lény vagy, mint ember. Minden egyes teremtmény, akinek lelke van, 15 dimenzióba kinyúló lény. Isten hatalmat adott az embernek arra, hogy a saját gondolatait gondozza a saját kertjében. Ez a kert egy égi mező, amelyben megfogadnak az emberi és angyali gondolatok. Ezen az égi mezőn járszkelsz minden nap, a tudat felettid folyamatosan működik, ahogyan a tudat alattid is. A tudatos éned pedig a mindennapokban cselekszik. Az égi mezőn átgerebjézett gondolataid csorognak le ebbe a fizikai síkba, és fogod azokat átélni, megélni. Lelked ereje hatalmas lehet, ha Istenhez közelítesz, és a fényszáladat vele összekötöd. Ha Isten felé lépsz, aki mindenki teremtője, segítő kezet fog neked nyújtani minden pillanatban. Ez a mennyei Isten nagyon szereti az emberiséget, és régóta arra vár, hogy közelíts felé. Ha nem közelítesz felé, nem tudod elérni mennyei pásztorbotjából lesugárzó, csodálatos szeretethalmazt, azt a fénysugarat, amely segít tested, lelked, tudatod és szellemed tisztán tartásában. A szellemi erő formálja az anyagot, és nem fordítva. Gondolataidban elektromágneses erő rejlik. Szeretet energiád skalár álló hullámokat gerjeszt. A skalár hullámok képesek megvédeni téged bármitől. Semmitől sem kell félni, mert a félelem legyengíti az immunrendszert. Legyengíti testedet, amely lelked vára, temploma. Lelked fénye Isten fényéhez közelít. Biztonságban vagy. Tudatod erejével ránézel mindennapi cselekedeteidre, és megállapíthatod azt, mennyiben él veled a Teremtő, Isten, minden nap. Hányszor közelítettél felé?
Hányszor imádkoztál hozzá a mai napon? Hányszor próbáltad megérteni őt? Arra bíztatunk, tedd ezt meg. Minél előbb fogsz hozzá, annál jobb. Minél több időt töltesz, és minél több cselekedetet csinálsz Isten nélkül, annál inkább lehetséges, hogy bánni fogod a későbbiekben az Isten nélkül eltöltött perceket. Nélküle élni lehet, de nem érdemes. Nincs olyan, hogy egyik embert szereti, a másik embert nem szereti. A lelked mindenképpen a Teremtő Isten szövetnékéből való. Az ő fényköntösének ruha anyagából való. Tehát a részeként neked erőt adott. Ezt magadban fel kell fedezned ahhoz, hogy irányítani tudd az életed folyását, és ne csupán a külső körülmények elszenvedője légy. Isten az ember, a földi ember tekintetében 500 millió éve vár arra, hogy a fény Ádám és a fény Éva valóban megvalósuljon. Más galaxisokban is van élet. Sok milliárdnyi galaxis található az univerzumban. Sok idő, sok tér, sok sík. Rengeteg világ és párhuzamos földek. Az ember, mint prototípus, nem csak a Föld bolygón található. Mégis a Föld Isten egyik hatalmas reménye. Az univerzumban aligha van olyan faj, olyan lénycsoport, aki ne tudna Isten létezéséről. Isten reménye benne van a Földben, benne van az emberben. Nagyon várja már, hogy felé fordulj. És pont ezen a planétán hisznek ő benne a legkevesebben? Vagy ismerik az igaz Isten tudást és az igaz Isten hitet, kevesen érzik a szívükben? Ő mindenhol ott van. A szeretet egy semleges energia, egy hatalmas erő, amely minden pillanatban sugárzik rád, ugyanis ő, Isten, nagyon közel jött most a Földhöz. Mondhatjuk, egyik legfontosabb székhelye itt van a Földön. Ő emberi ésszel egyelőre felfoghatatlan magasságokban, egy égi székhelyen, az életfa Szefira rendszerének legfelső részeiben trónol, a trónt soha el nem hagyó bizonyos angyalaival egyetemben, de kiáradásai révén mindenhol ott van. Itt van a Földön is, és valójában minden emberben benne van. Ez a szeretet szövetnék mindent áthat a Földön és égen. Kiapadhatatlan energiaforrás, amelyhez, akihez bármikor fordulhatsz. Ez a legjobb immunerősítő. Jézus, amikor itt járt a Földön, egy leprás ember utána szaladt, amennyire bírt, betegsége folytán, és megérintette Jézus köntösét. Uram, várj egy percet! Jézus azt mondta, ti ennél még nagyobb csodákra vagytok képesek. Nem félt. Lehajolt, és meggyógyította a leprát.
Nem használt semmilyen módszert. Csupán a szeretet erejét. És azzal lemosta a leprás emberről a betegség utolsó morzsáját is. Ahol Isten van, és az angyali erő, ott nem lehet betegség, és nincs félelem. Ahol a Szentlélek jelen van, és igazán jelen van, ott semmilyen baj nem lehet. A félelem, a szeretet ellentéte.